Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk oltalmat, adtál nekünk közösséget veled, és megengeded azt, hogy újra és újra hozzád jöjjünk. Hozzuk apró kis életkénk minden baját, nehézségét, örömét és sikerét. Urunk, te igazán ismersz bennünket. Köszönjük, amikor sikerül megvalósítani valamit a te igédből. Köszönjük, amikor közösségre vonzol magaddal. És köszönjük azt, Istenünk, hogy egymással is lehetünk testvéri közösségben. Kérünk, hogy te légy most is közöttünk. Áld meg igédet, hogy érthessük. Ne szóljon a te igéd hiába. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom a János írása szerinti evangélium 6. részéből, az 52. verstől a 59. versig. Úgy tűnik szemüveget kell már, hogy be is hozzak. A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én felmagasztalom őt, feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, és ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, ez egy olyan igeszakasz, amiről roppant sokat vitatkoztak a történelem folyamán, hogy hogyan is kell azt érteni, hogy Jézusnak a teste az igazi étel, és a vére az igazi ital. Megvalljuk őszintén, hogy kicsit olyan gusztustalannak tartjuk, mert nem vagyunk emberevők. Nem vagyunk kannibálok, és nem eszünk embert, hála Istennek, és azt gondolom, már nem is járunk úgy, mint az egyszeri viccben, amikor egy kis ladik a lakatlan sziget mellett megy el, és a benne lévők bekiabálnak, hogy vannak itt kannibálok? És hangzik a felelet, nincsenek, most ettük meg az utolsót. Az igazság az, hogy nem vagyunk emberevők. De akkor hogyan értsük ezt, amikor Jézus azt mondja, hogy az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital? Roppant egyszerű rá a magyarázat. Ugyanis akkor, amikor az Úr Jézus az utolsó vacsorán megtöri a kenyeret, a tanítványoknak adja, és azt mondja, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. És amikor veszi a poharat, és a bort adja, és azt mondja, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem. Ha ez fizikailag, valóságosan a Krisztus teste lenne, akkor ahogy megtöri ott a kenyeret, abban a pillanatban az ő testének is meg kéne törni. Tehát nyilvánvaló, hogy nem a szó szerinti a fizikális értelem az elsődleges, hanem az a lelki közösség, hogy lélekben közösségben vagyunk vele. Az élet, az valójában azt jelenti, hogy közösségben vagyok az Istennel. A lelkem eszi az Istent, hogyha így akarok fogalmazni. Akik nem konfirmáltak, azok még nem részesednek az úrvacsorában, vagy akik katolikusként nem voltak első áldozók, azok nem mennek ugyebár áldozni. A katolikusok azt tanítják, hogy amikor a pap felmutatja az ostját, akkor az átváltozik Jézusnak a testévé. Ez alapján, az ige alapján. Ezt hívják úgy, szép latin szóval, hogy transzubstanciáció. És ezért van az, hogy sokan nem értették annak idején, hogy mi történik. El tudjuk képzelni azt, hogy a reformáció előtt minden mise latinul volt.
De hát ma ki érti már a latint, ki tudná ugye megmondani, hogy a transzubstanciáció az mit jelent. És amikor a pap felemelte az ostját, akkor azt mondta, hoc est corpus meam. Ez az én testem. De szegény Józsi néni, meg Mari bácsi a hátsó sorban, aki nemhogy latinul nem tudott, de írni, olvasni sem tudott, csak annyit értett, hogy hókus pókus. Hogy ott történik valami, innen származik ez a szavunk. Hogy ott valami átlényegülés, átváltozásban nem igazán értették, hogy mi az. És aztán jöttek azok, akik azt mondták, hogy térjünk vissza a Bibliára, az eredeti nyelvére, és fordítsuk le az anyanyelvünkre, hogy megértsük. És ezért alakultak ki később azok a viták, hogy akkor most hogyan is kell venni az úrvacsorát, hogy akkor ostyával vagy kenyérrel, borral vagy nem. Vagy beleáztatjuk azt a kenyeret a borba, és egy kanállal a szájába tesszük a másikat. Hogyan kell venni? Valójában nem a hogyan a lényeg. A legfontosabb az, hogy belül mi történik. Az úrvacsora előtt van bűnvalló imádság, és van hitvallás. Ezzel együtt kell, hogy járjon. Hogy megvallom az Istennek, hogy tudom azt, hogy bűnös vagyok, de hogy megigazított bűnös vagyok. És úgy megyek az úrasztalához, már azzal az örömmel, hogy meg vannak bocsájtva a vétkeim. Aki nem vesz úrvacsorát, az nincs közösségben az élő Istennel. Remélem, nagyon várják már azok, akik nem konfirmáltak, hogy életükbe először úrvacsorát vehessenek. Egy csodálatos dolog. Amikor közösségben vagyok az Istennel, amikor belém költözik az Isten. És ezt lehet újra és újra átélni minden egyes úrvacsora alkalmával. Hogy lelkileg vagyunk közösségben azzal az Úr Jézus Krisztussal, aki azt mondta, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Na így már értjük. Nem kell, hogy átváltozzon, mert rá mutat arra, hogy ő mit tett értünk a kereszten. Hogy az ő vére az, amely lemossa a bűneinket, hogy az ő sebei árán gyógyultunk meg. És noha, valószínű eljön majd az idő, amikor meghalunk, a földi élet befejeződik, és utána vár ránk az az örök mennyei haza, amire már itt epekedünk egy kicsit, és egy picikét megérezhetünk belőle, amikor az életünk mini mennyországgá változik Krisztus által. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, hadd köszönjük meg azt, hogy saját anyanyelvünkön magyarul hallhatjuk a te igédet, és te megszólítasz bennünket. Olyan jó tudni azt, hogy hozzád bármikor mehetünk. Te képes vagy megújítani, elvenni a fájdalmakat, bekötözni a sebeket, és képes vagy a hitünk lágját is újra éleszteni, amikor azt te jónak látod. Nem tudjuk, Urunk, meddig lehet parázs a hamu alatt, talán még lefolytják, és van éghető anyag. De amikor a te szent lelked jön, akkor képes felízítani, hogy érted tudjunk égni. Köszönjük, Istenünk, hogy úgy kezdődhet a mi népünknek, nemzetünknek az alkotmánya, hogy téged hívunk segítségül, amikor azt kérjük, Isten áld meg a magyart. Köszönjük, Urunk, hogy annak ellenére, hogy olyan sokszor elfordul tőled a mi népünk, és csak a szájával tisztel, és csak vallásos, de nem hívő, te mégsem hagysz el bennünket. Kérünk te add, hogy minél többen legyenek, akik megtérnek, és új életet nyernek. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik betegek. Akár kisebb, akár nagyobb betegséget hordoznak, akár testileg, akár lelkileg, kérünk, te légy a gyógyítójuk. Köszönjük, Urunk, a meghallgatott imádságokat, a gyógyulásokat, a helyreállításokat. Kérünk, Istenünk, te szüntesd meg minél előbb a háborúkat. Légy velünk ebben a fél évben is, add, hogy amit elrontottunk, azt tudjuk kijavítani, és ami jól megy, abba tudjunk még inkább fejlődni és előre haladni. Áld meg, kérünk, Urunk, ne csak a gyermekeket és családjaikat, de a pedagógusokat és a munkatársokat, egész gyülekezetünket és népünket, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunk.